Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt. Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Történelemről a Kossuth Rádióban. A Horthy korszak vitatott kérdései. Ezzel a címmel rendezett konferenciát Budapesten 2020. szeptember 14-én, 15-én a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya. Az esemény jelentőségét részben az adta, hogy 1990 óta a talán legszélesebb körű konferencia volt ez ebben a témakörben. Meghívót kapott és előadóval képviseltette magát a legtöbb olyan magyarországi tudományos műhely, amelynek történészei kutatják az 1919 és 1944 közötti negyedszázadot, amelyet az 1920-ban kormányzóvá választott Horthy Miklós altenger nagyneve fémjelez. A Horthy korszak vitatott kérdései című konferencia anyagából tudományos kötet jelenik meg. Figyelemfelhívásként, tovább gondolásra ösztönzésként rövid részletek a konferencia 12 órányi hanganyagából. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Két részes műsorunk második részét hallják. A tanácskozás ne vesszen el a történész szakmai részletekben. Koncentráljon a Horthy korszak összefüggéseire, főbb jellemzőire. Hívta fel a figyelmet a konferencia második napjának elején Pritz Pál, történész. Ne az legyen, hogy végül mindent tudunk a semmiről, a részletekben annyira járatosak vagyunk, hogy elvesznek a fő kérdések. Tehát azt gondolom, hogy a történetírás az egy tudomány. Fontos az, hogy amit elmondunk, annak a jelentőségét világosan lássuk. Tehát világosan kell például látni azt, hogy amikor fölmerült a kérdés, hogy siker vagy kudarc, akkor világos, hogy erre a választ majd 45 aspektusából lehet megadni, átmeneti siker és egy szörnyű kudarc. Néhány főbb jellemző a Horthy korszak külpolitikájáról. Zeidler Miklós, történész. Amikor az első világháború végnapjaiban Magyarország elszakadt Ausztriától, sem ütőképes hadsereggel, sem hatékony diplomáciai kapcsolatokkal nem rendelkezett. Állami függetlenségét kikiáltotta ugyan, de ezt a térségben befolyással rendelkező országok közül csak a szintén ingatag helyzetű Ausztria tartotta tiszteletben. Az egymás követő kormányoknak 1918. novemberétől 13 hónapon át még azt sem sikerült elérniük, hogy a győztes hatalmak hivatalosan elismerjék a független Magyarország létezését. A nemzetközi elismerés hiánya úgy szólván prédává jelölte ki Magyarországot, amelyet ellenségei anélkül támadhattak meg, hogy amiatt nemzetközi jogi retorzióval kellett volna szemben. Nézniük. Ezért kereste a térségben befolyással bíró hatalmak támogatását, védnökségét valamennyi magyar kormány. És ezért volt nagy siker, amikor Huszár Károly koncentrációs kormánya 1919. decemberében végre a hivatalos nemzetközi elismerést jelentő meghívást kapott a Párizsi Békekonferenciára. A Bethlen kormány óvatos lépésekkel haladó, de céltudatos külpolitikája és az ezzel egyidejűleg zajló belső konszolidáció eredményeként Magyarország hamarosan megtalálta a helyét az új európai rendben. 1927-től pedig egy győztes nagyhatalom Olaszország támogatását is élvezte, ami már a békerevízió szempontjából is kecsegtetőnek tűnt. Ettől kezdve Benito Mussolini több alkalommal is felszólalt a trianoni békeszerződés revíziója mellett. A magyar revíziós törekvéseket azonban a többi győztes ország egyelőre nem támogatta, ahogy a Németország sem. Adolf Hitler hatalomra jutása, illetve a német, olasz és japán hódító törekvések már a 30-as években leegyszerűsítették a nemzetközi kapcsolatokat. Részben ennek, részben Gömbös Gyula hatalomba lépésének következtében a magyar külpolitika is leegyszerűsödött. Több szólamúsága fokozatosan elhalványult, figyelme pedig főként arra irányult, hogy az európai erőviszonyok fokozatos átalakulását kihasználva elérje a trianoni békerevízióját. Ezért egyre inkább azokra az országokra összpontosított, amelyektől ehhez közvetlen támogatást várhatott. Orientációja egyértelműen Adolf Hitler Benito Mussolini felé fordult, Londont egyre kevésbé tekintette vonatkoztatási pontnak, Párizst pedig szinte teljesen negligálta. A Horthy korszak egyik jelszava volt a revízió. A kifejezés eredetileg a trianoni békeszerződés felülvizsgálatára utalt.
A hazai közbeszédben a teljes, integrális revízió volt a legnépszerűbb hívószó, amely a történelmi Magyarország területének visszaállítását jelentette. Megvalósítása azonban az adott helyzetben lehetetlen volt. Mégis ezt csúlykolták a közvéleményben. Hazai közönség előtt a kormány tagjai is gyakran utaltak az integrális revízióra, a hivatalos diplomáciai tárgyalásokon azonban Nagy Magyarország csak mint viszonyítási alap, és nem mint konkrét revíziós célkitűzés került szóba. A minimális magyar követelés a nemzetiségi elv alapján a határmenti magyar lakta területek visszacsatolása volt, nagyjából másfél milliós magyar népességgel. A magyar diplomácia azonban általában nem szívesen konkretizálta területi igényeit, mert attól félt, hogy azokat a külföld túlzónak, a magyar közvélemény viszont elégtelennek tartaná. Az 1920-as évek végére fogalmazódott meg az a formula, amely mind a nemzetközi jog alapelveinek, mind a nyugati hatalmak körében irányadó liberális, illetve demokratikus eszméknek megfelelt, ugyanakkor formailag nem jelentett lemondást a totális revízióról sem. A hivatalos álláspont a magyar kormány a területi kérdések tekintetében a Wilson elnök által a 14 pont keretében kinyilatkoztatott elvek alapján áll. Ezek szerint a jelenlegi Magyarország határainak közvetlen szomszédságában fekvő magyar többségű területek természetszerűleg az anyaországgal volnának egyesítendők. Magyarország 1938. novemberében német-olasz döntőbírósági ítélettel szerezte vissza a Felvidék déli magyar többségű sávját, amit a nyugati hatalmak is tudomásul vettek. Az 1939. márciusi katonai bevonulás a túlnyomóan ruszin Kárpátalját juttatta vissza Magyarországhoz, és a nyugat ez ellen sem emelt nyíltan kifogást. Az 1940. augusztusi újabb német-olasz arbitrázs még mindig nem okozott számottevő nemzetközi konfliktust, de ezt a döntést a britek már nem ismerték el. Az 1941. áprilisi délvidéki bevonulásra pedig London már a diplomáciai kapcsolatok megszakításával válaszolt. Sikerült az anyaország fennhatóság alá vonni az idegen uralomnak való kiszolgáltatottságtól mentesíteni a Kárpát-medence magyarságának túlnyomó részét, a kisebbségi magyarok száma nagyjából félmillióra csökkent, ami a háború idején különösen fontos volt. A reintegráció, vagyis a területek szerves visszaélesztése már nem volt ilyen sikeres. És talán még fontosabb volt az a körülmény, hogy a magyar kormányzat túlságosan bizalmatlan volt a visszatért népesség iránt. Az ország nemzetközi helyzetét és függetlenségét szintén kedvezőtlenül befolyásolta a területi revízió. A tengelyszövetségbe való betagozódás szűkítette a kormány külpolitikai mozgásterét, és korlátozta az állam szuverenitását, a hadba lépés pedig újabb háborús vereség kockázatát vetítette előre. A frontokon elszenvedett emberveszteség, az ország hadszíntérré válása és a vészkorszak emberéletben és anyagiakban is nagyobb pusztítást okozott Magyarországon, mint az első világháború. Az újabb párizsi békekonferencia pedig megfosztotta az országot a visszaszerzett területektől, óriási jóvátétellel sújtotta, egyszer s mind a Szovjetunió érdekszférájába utalta, ami a szuverenitás tartós korlátozásával járt. El Balogh Béni, történész, levéltáros. A Horthy-kor három legmeghatározóbb politikusa közül Bethlen István, Teleki Pál, Gömbös Gyula egyikük sem képviselte teljes egyértelműséggel és meggyőződéssel a totális revízió álláspontját. A Teleki kormány maga sem kívánta azonban ez időtájt nagyszámú szlovák vagy román nemzetiségű lakosság visszatérését. 1940. március végi római útja során a magyar miniszterelnök Mussolini előtt kijelentette, hogy fél egy 45%-os kisebbségi országtól, és ezért bizonyos területeket délkeleten és északnyugaton kikapcsolna a revíziótból. Szintén Teleki Pál bizalmasan több alkalommal is megfogalmazta ebben az időszakban. Mint magánember mindent visszakövetelne, de mint államférfi hajlandó a kompromisszumra. A közvélemény előtt a korabeli magyar kormányok és a budapesti sajtó sohasem szögezte le világosan egyértelműen a területi kérdésekben való esetleges kompromisszum lehetőségét. Tehát azt a tényt, hogy a történelmi Magyarország visszaállításánál reálisabb alternatívát jelent a részleges revízió. Ennek elmulasztása káros hatással volt a magyar társadalom politikai gondolkodására, mert, mint Szász Zoltán írta egy helyen, erősítette a néplélektanilag érthető, de irracionális mindent visszajelszó rögzülését. Hornyák Árpád, történész.
Ez a revíziós politika, amelyet a magyar kormányok folytattak 38 és 41 között, valójában elkerülhetetlenül ez a politika volt, amelyet folytatni lehetett. Kétszerpályán mozgott az ország, akárhogyan is nézzük, próbáltak ugye nyugatra sandítani, csak hogy a visszasandítás sajnos elmaradt. Tehát a magyar kormányok be voltak kényszerítve egy olyan pályába, amely pálya egyenesen vezetett azokhoz a lépésekhez, amelyek végül is ugye ezeket a területi visszacsatolásokat eredményezték, oly formában, ahogy azok végül is megtörténtek. Hiszen gondoljunk csak bele, józanságot, önmérsékletet várni egy olyan társadalomtól, amely 2 évtizeden keresztül abban a tudatban nevelkedett, azt olvasta nap mint nap, azt hallotta, azt hajkózták nap mint nap, hogy mindent vissza. Egy ilyen társadalom élén álló kormánynak mindenképpen tekintettel kellett úgymond lenni a társadalom közhangulatára, és bármilyen ezzel szembe menő lépés az illető kormány bukását vonhatta volna maga után. A nyugati nagyhatalmak terveiben Magyarország nem volt igazán fontos 1919 és 44 között. Ablonci Balázs, történész. A nyugati demokratikus modellről, a szélesedő választójogról, a politikai versenyről, bal- és jobboldali váltógazdálkodásról beszélünk, akkor annak valóban 1920 után nagyon erősen megkopott a vonzereje Magyarországon. Ha viszont arról beszélünk, hogy a dísztéren, mint a külügyminisztériumban és a miniszterelnökségen tényezőként számoltak el Londonnal, Párizsal, Washingtonnal, az én válaszom az, hogy éppen a bécsi döntések időszakáig és legalább Teleki Pál miniszterelnökségéig, de bizonyos értelemben a Kálai Miklósig húzódó magyar külpolitika félszemét mindig a nyugati fővárosokon tartotta. Az más kérdés, hogy ezt a félszemmel való odasandítást ezek a fővárosok viszonozták-e, tehát hogy ők visszasandítottak-e Magyarországra. Az én válaszom Bándi András, vagy Borhi László, vagy mások munkája alapján inkább az, hogy nem. Tehát, hogy számukra Magyarország nem volt olyan fontos, hogy különösebben foglalkozzanak vele. Hurnyák Árpád. 38 második felétől Magyarország visszavonhatatlanul belesodródott, belekényszerült abba a vágányba, amelyből már tulajdonképpen nem volt kiszállás, és Magyarország mozgástere végzetesen beszűkült. Kossa bombázása 1941. június 26-án. Azóta sem egyértelmű, milyen felségjelzésű repülőgépek lehettek. A Horthy korszak egyúttal pedig a magyar történelem egyik leginkább tragikus eseménye. A bombázásra hivatkozva Magyarország hadba lépett a Szovjetunió ellen. Belesodródott a II. Világháborúba. Ungvári Krisztián, történész. Kulcskérdés Magyarország II. Világháború szerepállalását az, hogy ez a Szovjetunióval kapcsolatos hadiállapot miért történt meg. Akkor, amikor el akarjuk dönteni, hogy egy politikai főszereplő helyesen cselekedett vagy sem, akkor tudnunk kell azt, hogy cselekedhetette volna egyáltalán másképp. Magyarország légterét többször korábban is megsértették. 1941. április 7-én, amikor Magyarország még nem támadta meg Jugoszláviát, összesen 42 gép 10 alkalommal sértette meg Magyarország légterét, és bombázott magyar célokat. Ennek ellenére akkor a magyar kormányzat nem gondolta azt, hogy egy közvetlen fenyegető veszély van, és nem támadta meg Jugoszláviát. Van a Kassai és Körösmezei incidens, amiről máig nem tudjuk pontosan, hogy milyen gépek követték el, de tegyük fel most csak az egyszerűség kedvére, hogy ezek szovjet gépek voltak. Önmagában ez nem indokolhatja azt, hogy a hadiállapotot deklarálják, hiszen ezt máskor nem tették meg. Normális esetben egy ilyen horderejű kérdésről kellene, hogy legyen valamilyen vizsgálat. Ehhez képest itt ez a vizsgálat elmaradt. Teljesen egyértelmű, hogy Horthy Miklós szeretett volna háborúba keveredni a Szovjetunióval, és ennek alárendelte a tényeket, és nem is volt kíváncsi arra, hogy igazából mi történt. Nagyon izgalmas, hogy ezt Bárdosi László koncepciójával hasonlítjuk össze. Amikor Bárdosi megtudja azt, hogy Kassán incidens van, véleménye az, hogy ez nem a mi háborunk, nekünk ebben nem kell részt venni. Az igazán érdekes, amire máig nem tudjuk a pontos választ, hogy mi az, ami Horthy Miklóst az egyik napról a másikra totálisan átfordítja. Ha csak nem az, hogy nem volt professzionális politikus, alapvetően zsigerből politizált, ösztönszerűen, és az antikommunizmusra, illetve antibolsevizmusra, ami bizonyos szempontból tulajdonképpen még rokonszenves is lehetne, ebben az esetben teljesen meggondoltan döntésekre ragadtatta. Szakály Sándor, történész.
Kassával kapcsolatban örök rejtének tekintjük, idézőbe így szoktuk ezt hozni. Különböző verziók vannak. Egy dolgot tudtak megállapítani, hogy a bombák szovjet gyártmányúak voltak, és egyetlen egy haderő rendelkezett olyan repülőgépről, amire lehetett dobni, a szovjet haderő. Az aztán milyen okból, azt nem tudom. A másik, amikor arról van szó, hogy valószínűsíthette Magyarország, hogy mi történik egy német-szovjet háború esetén. Bartalis Kálmán vezérkari őrnagy írja, hogy a német-szovjet viszony néhány napon belül háborús megoldást nyer, nem szó szerint idézem, és ebben az esetben Magyarország Romániához és Finnországhoz hasonlóan légi, esetleg szárazföldi szovjet támadással számolhat. Romsics Ignác, történész, akadémikus. Kassa bombázása, amit pontosan nem lehet tudni, de tegyük föl, hogy szovjet bombázók voltak, és a bizottság ezt állapította meg. Föltehető volt-e az a Szovjetunióról, hogy érdekében áll a vele szemben hadviselő államok számát növelni? Vagyis, hogy Magyarországot beléptesse a háborúba? Én azt gondolom, hogy amikor ilyen döntéseket meghoznak, akkor ezt föl kell vetni, ezt a kérdést. És hát ugye a dokumentumok arról nem szólnak, hogy fölvetették vagy nem vetették föl, de azt hiszem, hogy ebben Bárdosinak és Hortinak a felelőssége közös. Hát az egyik miniszterelnök, ugye a másik kormányzó, közös abból a szempontból, hogy nem fontolták meg érdemben azt, hogy ebben a pillanatban fönnáll-e az a lehetőség, hogy ami kikerülhetetlenül az diktálja nekünk, hogy a Szovjetunió ellen meg kell indítani a hadakat. Vagy pedig arról van szó, hogy tulajdonképpen ez a magyar hadsereg készen állt arra, részben mobilizálva volt, készen állt arra, hogy nagyon gyorsan támadjon. És most itt egy adhok döntés történt, de nem azért, azt gondolom, mert hogy a Szovjetunió Magyarországra nézve fenyegetést jelentett volna. Szakály Sándor. Az, hogy a magyar katonai vezetés és a magyar politika 1941. júniusában egy várató német-szovjet háború esetén miért számolt azzal, hogy Magyarország nem maradhat ki, főleg akkor, miután a román és a szlovák haderő már megtámadta a Szovjetuniót, hiszen akkor az akkori vélekedések és elemzések szerint egy gyors lefolyású német sikert hozó háború lesz, ahol a Magyarország nem vesz részt a háborúban, akkor gyakorlatilag újraosztott Európában elveszti azokat a területeket. De erre nem kívánt addig a lépni a magyar politika, amíg valamilyen, hogy mondjuk így, akkor legyen így, amit szoktak mondani, ürügy vagy egyéb adódik, és nem Magyarország szervezte meg a provokációt. Mi van az egykori Szovjetunió levéltáraiban? Volt-e az NKVD-nek saját repülő ereje? Volt. Volt-e olyan adat, német adat, jelentés 1941-ben a kassai támadás után, német repülők jelentik, hogy 3 nem azonosítható repülőgéppel találkoznak, pontosan időben és térben megfelel a kassai támadásnak? Szovjet hadtörténészek szerint a 991-es konferencián 1990 azt mondták, hogy az a sokat emlegetett sárga jel, amit azt mondták, hogy fölfestették a úgy mondja, tengelyhatalma gépeire, a szovjet haderőben felségjelként használatos. Romsics Ignác. 1941-ben nem gondolta mindenki úgy, hogy ezt a háborút Németország meg fogja nyerni. Nem gondolta mindenki úgy. Lajos Iván és a legitimisták 39-ben és azt követően nem gondolták úgy, hanem egy könyvben kifejtették azt, hogy Németország miért fogja elveszíteni ezt a háborút. Nem gondolta úgy az a Teleki Pál sem, aki a fegyveres semlegesség elvét mondjuk homályosan, de mégis kidolgozta. És nem gondolta úgy Bethlen István sem, aki a kritikus órákban próbálta telefonon Hortit lebeszélni arról, hogy ne menjen az orosz hómezőkre, mert nem fog visszajönni a magyar hadsereg az orosz hómezőkről. Tehát azt nem mondjuk, hogy az egész magyar politikai és katonai elit úgy látta, hogy Németország fogja megnyerni a háborút, és nekünk oda be kell lépni. Horthy Miklós úgy látta, Wertherneck úgy látta, Bárdosi úgy látta, rosszul ítélték meg. Akkor ezt nem lehetett ilyen világosan tudni, de voltak akik mondjuk, akiknek ez volt az opciója. Ungvári Krisztián. Nem az utólagos tudásunk mondja 2020-ban azt, hogy ez egy rossz lépés volt, hanem ezt a politika ágensei, például Bárdosi László, saját maga is tudta. És ebben látszik az, hogy ha ő már akkor is tudta, akkor lett volna mozgástér. Turbusz Dávid, történész. Amennyiben arról a kérdésről, hogy Horthy Miklós honmentő vagy honvesztő volt-e, reprezentatív közvéleménykutatásra kerülne sor, eltérő válaszok születnének. Lennének válaszadók, akik szerint az 1919 és 1944 közötti Horthy kultusz egyik fő üzenetének megfelelően honmentő volt. Mások az 1945 és 1989 közötti kommunista propaganda interpretációjával összhangban ennek ellenkezőjét állítanák.
A kizárólag pozitív és negatív vélemények propagandisztikus túlzások, amelyeket a politikai meggyőződés és vagy az alapvető ismeretek hiánya eredményez. Feltételezem, hogy a kiegyensúlyozottságra törekvés jegyében olyan válaszok is lennének, amelyek a két említett álláspont egyes elemeit ötvöznék. Azok, akik szerint a történelem egyes alakjait kiegyensúlyozottságra törekedve egyszerre empatikusan és kritikusan szükséges vizsgálni, azt mondanák, véleményem szerint, hogy Horthy honmentő és honvesztő sem volt. Én legalábbis ezt a választ adnám, ha közvéleménykutatók megkérdeznének. Sohasem egyetlen ember érdeme egy válságperiódus után talpra tud állni egy ország, egy nemzet, ahogyan sohasem egyetlen ember felelőssége, ha annak ellenkezője következik be. A sikerek és kudarcok egy személyhez való kapcsolása ugyan ma is népszerű, mivel leegyszerűsíti a múlttal való szembenézést, azonban pont emiatt félrevezető és megalapozatlan válaszokat eredményez. Horthy Miklós érdemi politikai szerepvállalása a bolsevik diktatúra bukását követően kezdődött, amikor függetlenedett a szegedi ellenkormánytól és a szerveződő hadseregével átvonult Dunántúl déli részére. Az 1919. augusztus közepét követő időszaka kapcsolatban utalni kell a fehér terror jelenségére is, amelyről források alapján kijelenthető, hogy Horthy tudott és szükségesnek is tartott az úgynevezett rendteremtés érdekében. Negyedik Károly restaurációs kísérleteinek története ismert. A kormány és a kormányzó is az ország érdekeivel összhangban cselekedett, amikor tavasszal és ősszel is megakadályozta negyedik Károly visszatérését a magyar trónra. Azzal, hogy az Antant elvárásaival összhangban 1920 elején nem vezetett be katonai diktatúrát, a fővezér megtette az első lépést a politikai konszolidáció felé. Ennek során egyre több jogosítvány került át a kormányhoz, a nemzetgyűléshez és az igazságszolgáltatáshoz. Ez a folyamat Teleki Pál első miniszterelnöksége alatt folytatódott, majd Bethlen István volt az, aki befejezte. 1921 és 1923 között azonban a kormányzó egyre inkább a Bethlen István nevéhez köthető konszolidációs politika támogatójává vált, amivel párhuzamosan eltávolodott a jobboldali radikális környezetétől. A korszak elején a radikálisabb antiszemiták közé tartozott. Idővel a nézetei mérséklődtek és szelektív antiszemitizmussal változtak. Ez azt jelenti, hogy a nemzet hűségük alapján különbséget tett, idézőjelben a jó és a rossz zsírók között. A szelektív antiszemitizmus mellett fontos eleme volt a nézeteinek a fokozatos jogkorlátozás. Ugyan a zsidó ellenes törvényeket nem ő kezdeményezte, de támogatta, elfogadta a zsidóság jogait korlátozó diszkriminatív jogszabályokat. Paksa Rudolf, történész. Egyetlen dolgot emelnék ki, ez a numerus clausus intézkedés csomag, amely véleményem szerint komolyan érvelhető, hogy messze nem csak zsidó törvény volt. Nem nulladik zsidó törvény volt csupán, hiszen, hogyha megnézzük a parlamenti vitát, illetve ahhoz kapcsolódó közéleti vitákat, jól látszik, hogy ez valójában egy intézkedés csomag része volt, amelynek nagyon hangsúlyos eleme volt a zsidósággal szembeni korlátozás, de ezen kívül a baloldal teljes tiltása és a nők korlátozása is része volt ennek az intézkedés csomagnak. Vagyis egy olyan anti-emancipatorikus társadalom politikának volt az előzménye, előképe és hangadó korszakindító felütése a numerus clausus, amely azt gondolom, hogy az egész korszakot alapvetően jellemzi. Turbusz Dávid. A magyar zsidóság 1919 és 1944 közötti sorsát illetően nehezen vitatható a kormányzó felelőssége, de ebben az esetben sem lehet kizárólag az ő felelősségéről beszélni. Magyarország nem tudott volna kimaradni a II. Világháborúból, geopolitikai okokból, illetőleg a náci Németország irányába történt elköteleződés függőségi viszonynak köszönhetően. Tehát Horthy felelőssége nem az, hogy Magyarország háborúba lépett, ezt ha akarta volna, akkor sem tudta volna megakadályozni. Felelőssége az, hogy mikor és milyen módon került erre sor. Az átállási kísérlet a kormányzó csak szeptember végén járult hozzá, hogy fegyverszünet delegáció utazzon Moszkvába. Október 11-én meg is történt az előzetes fegyverszünet megkötése. Ez sikernek tekinthető, azonban a tartalmának megvalósítása, tehát a németekkel történő szembefordulás már teljes kudarcot jelentett. Nem lehet azt állítani, hogy az kizárólag Horthy Miklóson múlott. Fritz Pál, történész. Nekünk törtett politikai gondolkodásról kell beszélnünk, és erről a pulpitusról óva intjük a politikát,
hogy próbálja már megfékezni a szellemi tatárjárást, ha egy teljesen tovább utított közvéleménnyel van ez az ország megverve, tanuljunk. Van bőven mit tanulni a történelemből, tanuljunk. A Horthy korszak vitatott kérdései. Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián 2020-ban. Két részes műsorunk második részét hallották. Egyszer volt. Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kispéter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban.